Sziasztok, Andi vagyok, és ebben a mai videóban kettő regényről lesz szó kicsit bővebben, az egyik a Valéria bőrében, a másik pedig a Papíron tökéletes. Ezek a kötetek recenziós példányként érkeztek hozzám a könyvmajképző kiadótól, innen is köszönöm nekik, hogy elküldték nekem őket. A Valéria bőrében én nem terveztem olvasni, szerintem a friss megjelenések között láttam ezt a borítót, eléggé egyedi, azt gondolom, nincs ennyi piros-fehér csíkos harisnyás borító a piacon, meg én kifejezetten szeretem ugye a fehér borítós könyveket. Úgyhogy láttam, ránéztem, nem nyerte el a tetszésemet, hogy elolvassam akkor abban az időpillanatban. Valószínűleg azért sem akartam elolvasni, mert a szerző neve nem volt ismerő számomra, én akkor még a Netflix sorozatról nem hallottam, vagy akkor még nem is volt ez a sorozat, nem tudom pontosan mikor jelent meg, bár itt már a magyar kiadásom mégis rajta van a Netflix, úgyhogy akkor már volt, de én erről le voltam maradva. A Valéria bőrében végül Kiara és Szabó Krisztina ajánlására vállaltam be, mert mindketten különböző okokból ajánlották ezt a könyvet. Mindjárt szerintem megkeresem egyébként, hogy mik voltak ezek az ajánlók. A Papíron tökéletes viszont félig meddig rajta volt a végeláthatatlan hosszú Egyszer elolvasom című TBR listámon, mert a szerző nevével már találkoztam korábban, egy másik regényét terveztem előbb olvasni, ami egy Grease Retelling fiúkkal. Én nagyon-nagyon kíváncsi vagyok erre a könyvre, és tök remélem, hogy magyarul majd kihozza a kiadó. Tök meglepődtem, hogy a Papíron tökéletes jött ki előbb magyarul, de nagyon örülök, hogy hoztak egy Sophie González-t magyarul. Ausztrál szerzőről van szó, a Valéria bőrében szerzője Elizabeth Benavent pedig spanyol szerző. Ezt azért is emelném ki, mert amikor ráadtam a fejemet az olvasásra, akkor nekem ez egy pozitívum volt, mert vagy én nem olvastam eddig kortárs spanyol szerzőtől, vagy ha olvastam egyet vagy kettőt max, szóval hogy ennek nagyon örültem, és ugyanúgy örülök mindig annak, hogyha ausztrál szerzőtől tudok olvasni. A Papíron tökéletest is ajánlotta nekem Sisi, szóval itt is bejött egy ilyen ajánló pont az elmúlt hetekben, hónapokban, mert ő is nemrég olvasta, és írt nekem erről a kötetről, vagy hangüzit küldött. A hangüzit nagyon vicces volt, ha jól emlékszem ehhez a könyvhöz. Az volt a lényege, hogy vagy 3 percen keresztül Sisi áradozott arra, hogy ez mennyire jó, de egyébként közben nem mondott semmit a könyvre, úgyhogy ez így vicces volt. Ezt is elmondta a hangüzibe egyébként, hogy jaj, tudom, hogy semmit nem mondok róla, de Andi annyira jó, tehát hogy valami ilyesmi volt ez a hangüzenet. Úgyhogy így jutunk el ebbe a videóba. A Valériáról Kiara azt írta nekem, ugyanez első kötet és 4 részes, de én nagyon szeretem, sajnos nem kap kellő figyelmet, pedig megérdemelné. Nagyon őszinte, nagyon szórakoztató. És hát kíváncsi vagyok, hogy tetszene neked, nem teljesen tipikus romantikus, valahogy kicsit realistább, de csak nagyon kicsit. Nem is csak 2 ember van a fókuszban, hanem a főszereplő is pluszban a 3 barátnője és az ő kapcsolataik, de a legnagyobb hangsúly a főszereplőn van, és szerintem nagyon szerethető az egész történet. Próbálom Krisztának az ajánlóját is előkutatni. Kiara ajánlásait egy molyos polcon tartom, úgyhogy az kicsit könnyebb volt megkeresnem. Igazából Kriszta csak rákérdezett, hogy nem akarom-e olvasni, illetve annyit írt, hogy ő nagyon-nagyon hamar olvasta el az egészet. Az ő értékelését majd lent hagyom a leírásban, mert éppen itt írta nekem, hogy írja az értékelést hozzá. Itt történt hát, hogy kíváncsi lettem a Valériára. Aránylag nagy lendülettel álltam neki a Valériának, az eleje kifejezetten tetszett. Azzal indítunk, hogy Valéria éppen próbálja megírni a második regényét, de egy ilyen alkotói válságban van. Ráadásul ezt még tetézi azt, hogy az első regény idején még volt egy normális munkája, és munka mellett éjszakában nyúlóan írta a regényét, ami aztán egyébként elég nagy siker lesz. A második regény előtt viszont úgy dönt, hogy volt annyira sikeres az első, hogy feladja a civil munkáját, és mostantól 100%-osan íróként szeretne teljesíteni, de ez egyszerre be is blokkolja őt. Amikor a kötet elején találkozunk vele, akkor egy kicsit ilyen leamortizálódott állapotban van, nem ad annyira a külsejére, a haját, amikor összefogja, akkor is csak ilyen kócos copfokat csinál magának, amikor a barátnőjével találkozik, akkor nem öltözik ki, hanem, tudom én, egy farmer, egy póló, tehát nem vesz fel ruhákat, magas sarkút, ilyesmit. Ezzel próbálja egy kicsit mutatni, azt hiszem a szerző, hogy eléggé meg van ragadva így az életében, és ez látszódik kifele. Azt is megtudjuk Valériáról, hogy bár férnél van, és elvileg ez az egyik legnagyobb igaz szerelem, amit ő megtapasztalt, és a barátnői is egyetértnek ezzel, azt kezdjük látni a regény elejétől kezdve, hogy nem annyira harmonikus otthon a párkapcsolata a férjével, mint azt igazából kívülről gondolják például a barátnői.
A kötet nem csak Valériát követi, hanem három barátnőjét, Carment, Nirát és Lolát, és a kötet úgy néz ki, hogy Valéria hangján keresztül kommentálódik minden, ami történik a kötetben, fejezetten olyan fejezetek, amik csak Lolát követik, Carment és Nirát, tehát igazából akkor is látunk részleteket az ő életeikből, amikor éppen nem találkoznak ezek a barátnők, mert hogy nagyon sokszor összeülnek, és akkor általában koktéloznak, berúgnak, és nagyon sokat beszélnek a szexről. Ha nem mondanám, szerintem akkor is nagyon sokatoknak eszébe jutna ezen a ponton a Sex és New York sorozat, ami ugye egy eléggé hírhet, híres, sikeres sorozat volt, és ugye az is négy hölgyről szólt, akik New Yorkban éltek, és borzasztóan sokat beszéltek szexről. És bár én nem voltam hatalmas nagy Sex és New York rajongó, nagyon sok részt láttam ebből a sorozatból, talán egyszer el is kezdtem az elejéről, de nem rémlik, hogy befejeztem volna. Azt én nagyon szeretem, hogy ez a sorozat női karaktereket hozott ugye az előtérbe, és nagyon-nagyon rájuk fókuszálva beszéltünk a szexről. Ettől függetlenül nem minden karakter és nem minden szexel kapcsolatos, akár jelenettel, üzenettel értettem egyet, szóval én nem feltétlen szeretem ezt a fajta reprezentációt. Talán ezért sem szerettem annyira magát a Sex és New Yorkot, ezt nem tudom. És kicsit hasonló problémáim voltak egyébként a Valériával is. Tehát ahogy bizonyos karakterek szexről beszéltek, ahogy egymás közt beszéltek a szexről, az nekem nagyon furcsa volt, néha nagyon nyers, nagyon érzéketlen, és ez néha a szövegre is igaz volt. Voltak olyan jelenetek, amiket annyira ilyen nyersen és durván kommentelt, hogy én azt kevésbé szeretem, azt hiszem. Tehát általánosságban bármennyire is tetszett az egész kötetnek a stílusa, tehát szerintem nyelvileg egyáltalán nem rossz a Valéria bőrében, bizonyos részeit kevésbé tudtam szeretni. Azt szerintem tök izgalmas egyébként a kötet kapcsán, hogy kortárs spanyol szerzőről van szó, Spanyolországban is játszódik egyébként a regény, tehát ez egy ilyen tök jó kitekintő ebbe az irányba. A hasonlóságok meg igazából mulattatni tudnak, igazából erről van szó. Ez valamennyire spoiler, de mindenképp trigger warning, a kötet részben egy, és akkor most halkítsd le, ha nem akarod tudni, egy megcsalás történet. Ez valamennyire egyébként bevezeti a fülszöveg, úgyhogy annyira mégsem nagy spoiler, mert hogy a férj nevén kívül egy másik férfi szereplőnek a neve is megvan említve a szövegben, aki egyébként kicsit később érkezett meg a történetben, mint én vártam, ilyen 150 oldal körül jelent meg, azt hiszem Viktor. Tök jó, hogy egy másik megcsalás történetet fogok felemlegetni, ami szintén a könyvőképző kiadónál jelent meg, mert hogy ez a videó dedikáltan neki készül, ez Terin Fishertől a Fuck Love, a Kapbeszerelem. És én ott nagyon-nagyon szerettem a könyvnek azt az aspektusát, hogy hogyan közelíti meg ezt az egész megcsalás témát, illetve hogy ott ugye az a tabu benne, hogy a főszereplő csaj a legjobb barátnőjének a pasiába szeret bele. Érdekesen van megcsinálva, tehát ez nem ennyire egyszerű, hogy most egy vagyok és beleszeretek a legjobb barátnő pasiába, amit nem teszel meg, jobb esetben, mert nem így alakul az élet, nem ez a lényeg. És Valériával az a legnagyobb bajom, ahogy a megcsalás témáját kezeli, és ahogy ez a megcsalás megtörténik. Itt tudok beszélni arról, hogy Valéria számomra végtelenül idegesítő volt. Nem feltétlen azért, mert hogy végtelen idegesítő maga a karakter, ezen most sokat gondolkoztam, hanem egész egyszerűen ez az a fajta megcsalás történet, amikor az ember hitegeti magát, hogy ő nem akarja megcsalni a férjét, meg hogy ő nem csalja meg a férjét, de közben már majdnem szájra puszítodunk így ide, meg jaj, de jó, összeölelkezni, meg jaj, egy kicsit tovább ölelkeztünk, jaj, megcsókolt, de igazából én nem akartam, hogy megcsókoljon, de úgy visszacsókoltam, mint az állat. És ez a fő problémám a Valériával, hogy ez nem igazán változott meg szerintem a kötetben, végig ezen az úton vagyunk, és a végén, amikor megtörténik a megcsalás, utána ami történik, aj, Istenem. Olyan érzésem van ettől, hogy a Valériának az első része tényleg egy ilyen alapozó rész volt, ugye eleve Valériát ki kell mozdítani a házasságból, mert nem igazán látszódott, hogy ebben lesz egy történet, bár nem lepődnék meg, hogyha, mit tudom én, a harmadik, negyedik rész körül visszajönne a férj karakter a középpontba, mert alapvetően elhidegülnek egymástól, de ez nem feltétlenül egyenértékű azzal, hogy egyébként ne tudnának már boldogok lenni együtt, de a spoiler a könyv vége. Ha elvonatkoztatok attól, hogy kicsit butának tartom emiatt Valériát, hogy nem veszi észre, hogy már rég megcsalja a férjét, és még hitegeti magát,
Akkor egyébként az a része érdekes nagyon a történetnek, hogy lényegében ő egy elveszett karakter, aki próbálja újra megtalálni magát. És egy idő után bizonyos dolgokat tesz azért, hogy újra magára találjon, és ezek között a bizonyos dolgok között van ez a Viktor nevezetű csávó, aki felébreszti benne a nőt, fejezzük ki. Egyébként a szex részek azon túl, hogy ugye mondtam, hogy sokszor nyersen voltak kommentálva, és úgy voltak leíva, ami nekem kevésbé szimpatikus. Nem volt problémám a szexjelenetekkel, alapvetően fura is volt egy idő után, mert egy ponton fejnehéz lett ettől a kötet, mindegy. De az a központi téma és kérdés, hogy tényleg mi történik akkor, amikor belesüppetsz egy párkapcsolatba, onnan hogyan lehet meglátni azt, hogy valami nem működik, nem úgy működik, mint régen, hogy mit lehet tenni, ezzel mondjuk itt ők kevésbé foglalkoznak, ezért mondom, hogy nem lepődnék meg, ha Adrian visszakerülne a képbe később. És közben a három barátnő szálán ugyanúgy önkeresés megy egyébként, Lola egy szeretői viszonyban van benne, és kezdi megkérdőjelezni, hogy ez számára mennyire jó. Carmen azt kezdi megkérdőjelezni, hogy az a srác, akibe bele van zúgva, az akar-e tőle egyáltalán valamit, és hogy tényleg őt szereti-e, vagy csak idealizálta magának. És akkor ott van Nera, aki egy ilyen titokzatos hölgy karakternek van beállítva, de aztán végül egy teljesen normális párkapcsolatba kerül bele, szóval Neránál nem teljesen értettem a dolgokat, illetve az még izgalmasá teszi a könyvet, hogy bizonyos karakterek összekapcsolódnak a történet szálaikban, úgyhogy volt egy-két érdekes fordulat ilyen szempontból. Szerintem ebből összességében azért érzitek, hogy a Valéria sajnos nem nyerte el annyira a tetszésemet, mint reméltem, és per, mint ahogy Krista és Kiara is remélte. Annyira nem bánom, hogy elolvastam, én nagyon kicsikét bánom egyébként, mert borzasztóan dühített nagyon sok helyen a könyv, de spanyol szerzős kitekintés miatt megbocsátok mindent, mert ez így egyszerűen jól esik, hogy olvastam spanyol szerzőtől, meg azt a részét tényleg élveztem, hogy nem New Yorkban vagyunk, meg nem egy tipikus olyan fővárosban, mint megszoktuk, és egy picit más azért így a hangulata a könyvnek. Szex és New York rajongóknak ajánlom nagy szeretettel, illetve hogyha vágytok egy ilyen kortárs kitekintőre, meg hogyha szeretitek a romantikus történeteket, de inkább szeretitek, hogyha egy picit realistább a megközelítés, tehát a jelenetek sokkal inkább elképzelhetőek, hogy megtörténnek, mint amikor mondjuk a tipik rom-com vicces jelenetek vannak, amikre nagyon sokan csak sóhajtoznak, hogy a valóságban ez úgysem így nézne ki. Na, ez erre a könyvre kevésbé jellemző. De beszéljünk a papíron tökéletesről, ami sokkal-sokkal-sokkal jobban tetszett, annak ellenére, hogy írtam Krisztának, azt hiszem az elején, hogy ez a főszereplő is az agyamra megy. Így nagyjából 100-200 oldalig Darcy rettenetesen idegesített, amire Kriszta egyébként csak annyit írt, hogy nem lehet, hogy nem ilyen könyveket kéne olvasni. De megnyugtatok mindenkit, azóta olvasok egy újabb romantikus könyvet, aminek szintén idegesít egy picit mind a két főszereplője. Úgyhogy én csak kezdem megszokni ezt a vibe-ot, de a papíron tökéletes kapcsán nem lesz más rossz szavam tényleg. Ez a kötet Darcyt követi, aki egy gimnazista lány, és egy tanácsadói szolgáltatást üzemeltet a suliában. Van egy olyan szekrény a folyosón, amit nagyon régóta senkinek nem adnak oda az új évkor, és ő tudja ennek a szekrénynek a kódját, és ezen keresztül lehet neki üzenni, ő a 89-es szekrény, és egy 89-es szekrény e-mail címről ő választ küld annak az adott embernek, aki éppen kérdez tőle. Tehát így a suli helyszínen keresztül kötődik össze a többi sulis társával, de egyébként maga ez a tanácsadós rész, ez abszolút anonim módon megy, és már olyan szinten viszi ezt a bizniszt akkor, amikor találkozunk vele, hogy fizetnek is neki egyébként ezekért a tanácsokért, illetve nagyon sok levelet is kap. A történet pedig pontosan ott veszi kezdetét, ahol az egyik sulis társa előtt lebukik, mert Alexander Burnham, nagyon fura neve van, és nem fogom többet kiejteni, Alexnek fogom hívni innentől. Szóval Alex megjelenik, mert ő meg sokáig úszik a suliban, mert az úszócsapatnak a tagja, és hát éppen rajta kapja Darcyt, amikor a 89-es szekrény leveleit veszi ki. És hogyha esetleg találkoztatok ezzel a kötettel már másoknál, akkor láthattátok azt is, hogy szokták úgy emlegetni, hogy ez hasonló, mint a Simon és a Homo sapiens lobby. Ez volt a címe a Simonnak. Szóval hasonló, mint a Simon, mert hogy úgy indul ez az egész történet, mint hogyha Alex megzsarolná Darcyt, hogy segítsen neki, mert Alex össze akar jönni az előző barátnőjével.
Na most, jó, ez a második és utolsó negatívumom egyébként ezzel a kötetek kapcsolatban. Darcy olyan szinten félreérti Alexet, és tök egyértelmű, hogy Alex nem akarja megzsarolni, de a csaj magával teljesen túlspirálza a dolgot, nyilván nagyon kész van attól, hogy lebukott, mert ő ezt titokba szerette volna tartani, meg fél is attól, hogy élőben hogy tud egyáltalán segíteni egy ilyen párkapcsolati szituációban. Darcy tehát elkezd több időt tölteni Alexel, és megpróbálja segíteni Alexet, hogy újra összejön a barátnőjével, közben pedig megtudjuk, hogy Darcy titkon szerelmes a legjobb barátnőjébe, Brooke-ba. Ez a történet LMBTQ történet, rajta van a szivárványos madár, és fogalmam sincs, hogy nekem milyen formában kéne jeleznem videóban, de jelezném, hogy ez egy LMBTQ tartalmú történet, mert a főszereplő biszexuális. És azt ehhez egyből kiemelném, ami nekem egy hatalmas pozitívum volt a regény kapcsán, hogy ez már nem egy coming out történet, tehát Darcy már előbújt, ő vállalja, hogy biszexuális, és tagja egyébként a suliban működő LMBT, hát nem szakkörök vannak ugye az amerikai iskolákban, hanem ilyen klubnak a tagja, és ezeknek a kluboknak a gyűlésére is egyébként betekintést kapunk a kötetben. No, az a pont, ahol abszolút elkezdett megnyerni magának ez a könyv, vagyis nem, még mielőtt megnyert volna magának ez a könyv, ami megtartott már az első 100-150 oldalon át is, annak ellenére, hogy Darcy idegesített az elején. Ja igen, mondjam el, hogy miért idegesített. Az elején leginkább azért, mert kommentálta a saját magában a történéseket, és így egy csomószor azt éreztem, hogy így a belső gondolatai megismétlik a cselekmény leírást, ami előtte megtörtént, és ezt időhúzásnak és feleslegesnek élem meg én. Szóval ez lehet, hogy benneteket például egyáltalán nem fog zavarni. A másik pedig az, hogy már az elején nagyon kontrasztba kerül az, hogy írásban Darcy sokkal okosabb. Konkrét e-maileket fogsz elolvasni a kötetben, amiket ő ír, mint a tanácsadó 89-es szekrény, és azok elég komoly szövegek, szóval, hogy ott tökre így azt látom rajta, hogy írásban nagyon összetett, és rendben van, és logikus, és minden. Persze, szokták ugye mindig mondani, hogy kívülről mindig sokkal okosabb vagy, és belülről vagy sokkal butább, hogy a saját magad dolgait sokkal nehezebben látod, mint mondjuk más emberek dolgait, tehát, hogy ezt ide bele lehet kötni, de az elején kifejezetten azt éreztem Darcy karakterén, hogy muszáj volt egy kicsit butábra megírni azért, hogy a kötetnek szép íve tudjon lenni, mert egyébként a hibás gondolatait felül fogja bírálni, és a rossz cselekedeteit is át fogja értékelni, tehát van egy nagyon szép íve a történetnek, ami tényleg nagyon jó, meg a végén már egyáltalán nem idegesített Darcy, de az elején, az első 100-150 oldalig én totál idegbeteg voltam tőle. Ami még idegesített, az az volt, hogy ez az első konfliktus Alex és Darcy között, hogy Darcy full félreérti az egészet, és azt hiszi, hogy Alex megpróbálja megzsarolni, ez annyira gagyi volt szerintem. De utána ez egyébként szépen ki lesz bontva, tehát, hogy nem ezzel mentünk végig a kötetben, hál' Istennek, és akkor tényleg ez a két dolog az, amit negatívként tudok felhozni. Szóval, amikor még idegesített Darcy karaktere az elején, ami leginkább megtartott az olvasásban az az, hogy annyira filmszerű volt. Tehát olyan érzésem volt, mintha elindítottam volna az egyik kedvenc amerikai tini gimis filmemet, az Easy Eight, Emma Stone-nal, és olyan volt olvasni ezt a könyvet. A hangulata annyira jól megvan. Nekem annyira jött belőle ez a tipik amerikai gimis hangulat, és nagyon-nagyon-nagyon szerettem már az elején is olvasni. Az meg külön vicces, hogy a szerző ausztrál, mint ahogy azt már említettem, és a főszereplő srácunk Alex is ausztrál, ezért az ő karakterén keresztül jönnek ilyen ausztrál dolgok, amiket én végig nagyon élveztem egyébként a kötetben. És akkor a pont, ahol megnyert magának a könyv, az az volt, amikor beindult a romantikus szál, és én zabáltam ezt a romantikus szálat, mert annyira cuki volt, és végig szép volt, és akkor az egészet megfejelte szerintem egy csodálatos, tökéletes első csókjelettel, ami jó dinamikával volt megírva, jó pontban érkezett. Annyira jó volt, hogy itt volt az, hogy ez a könyv csodálatos. És ez még csak a könyv egy része volt, tehát hogy, de nem ez a könyvnek a fő története egyébként, de ez, amikor megérkezett az első csók, akkor így voltam, hogy jó, mindent megbocsájtok. Szerintem valahol félúton eltévedtem az értékelésemben, mert tudom, hogy már megemlítettem, hogy Darcy biszexuális, és felvállaltam biszexuális, tehát ez a könyv nem egy előbújásos történet, aminek nagyon örültem, mert én szeretnék több ilyet olvasni, mint a coming out történeteket. Illetve, amit még nagyon szerettem benne, hogy tovább megy ezen túl, tehát behoz egy olyan problematikát,
ami kötődik egyébként az LMBT biszexuális vonalhoz, de nem oda kötődik be, hogy a felvállalás kapcsán milyen dolgokkal kell szembenézned, hanem ez már egy ilyen coming out utáni dolog, és ezt nagyon-nagyon élveztem benne, hogy egy ilyen amerikai tinis szituációban egy magával alapvetően abszolút tisztában lévő valakivel ezt vezeti fel, és erre mondjuk mi azt hiszük el, hogy nagyon jó benne az LMBT rep. Ez volt a másik dolog, ami megtartott egyébként az olvasásban az elején, mert azon túl, hogy ez az amcsi filmes dolog nagyon megvolt nekem hangulatba, az LMBT reprezentációval végig borzasztóan ki vagyok békülve, és nagyon-nagyon tetszett mindaz a kérdéskör, amit ezzel kapcsolatban látunk a regényben egyébként. A kötet bonyodalma egyébként nyilvánvalóan kitalálható lesz, hogy valahol egy ponton Darcynak le kell buknia, különben mi lenne a sztori, illetve az fog még kiderülni, hogy Darcy volt, hogy visszaélt azzal, hogy ő a 89-es szekrény mögötti személy, úgyhogy erre kell számítanatok, hogyha belevágtok a papíron tökéletesbe. Én nagy szeretettel ajánlom ezt a kötetet, nagyon-nagyon-nagyon szerettem. A végére. Nyilván. Miután túltettem magam azon, hogy Darcy idegesítő volt az elején. De, mint mondtam, ez nem egyenértékű azzal, hogy benneteket zavarni fog. Mert úgy néz ki, hogy engem most valamiért bizonyos dolgok nagyon idegesítenek könyvekben. Ennyit gondoltam elmondani nektek erről a két kötetről. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót. Írjátok meg oda lent, hogyha valamelyik kötetet olvastátok, vagy tervezitek olvasni, és amennyiben olvastátok, hogy tetszett nektek. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Találkozunk egy következő videóban. Sziasztok!